Jó estét kívánok! Önök a világ híradót látják, Tóth Géza vagyok. Burkát viselő fegyveresek rohamozták meg egy mezőgazdasági főiskola kampuszát a pakisztáni Peshawarban. Legalább 9 embert megöltek és 35-öt megsebesítettek. Utóbbiak között volt egy biztonsági őr is. A kiérkező rendőrök és katonák 2 órán belül mindegyik támadóval végeztek. A szélsőségesek azért viselték a muzulmán nők egész testet elfedő öltözékét, hogy ne keltsenek gyanút. Egy diák, aki túlélte a támadást, azt mondta, hogy a szobatársaival éppen menekülni próbáltak, amikor a fegyveresek rájuk lőttek. A támadást a pakisztáni tálibok vállalták magukra. Állításuk szerint a katonai hírszerzés egyik menedékhelyére akartak csapást mérni. A pakisztáni tálibok célja a kormány megbuktatása és a szigorú iszlám jogrendszer a sharia bevezetése. Kapcsolatban állnak az afganisztáni tálibokkal is, akiknek uralmát 2001-ben döntötték meg amerikai vezetéssel. Ha Myanmarban nem is, de Bangladesben már név szerint is kiállt az üldözött Rohingya muszlimok mellett a dél-ázsiai útját lassan befejező Ferenc pápa. A katolikus egyház fő a megbocsájtás fontosságát is hangsúlyozta, de egy muszlim, buddhista, hindu, ökumenikus imán is részt vett a békért. Már kora reggel megtelt katolikus hívekkel és érdeklődőkkel ez a dakkai tér. Az idegyűlt emberek mind Ferenc pápát várták. A katolikus egyház főjárműve speciálisan erre a napra készült. A három oldalról nyitott pápamobil a tömegek és a szabadon integető Ferenc pápa népszerűségének kedvezett, a biztonsági őröknek azonban nehéz perceket okozhatott. A külön erre az alkalomra felállított emelvényhez érve a pápa misét celebrált a csaknem 100 000 összegyűlt katolikus hívő előtt. A szertartáson ezen kívül 16 papot is felszentelt. Sajnos nem tudtam vele beszélni, de közvetlenül úgy 100 méterről láthattam, aminek nagyon örültem, mondja ez a férfi. Nagyon örülök, hogy ilyen sok ember van itt, nagyon jól éreztem magam, mondja ez a 18 éves fiatal. A pápa innen egy ökumenikus ima összejövetelre ment, ahol helyi muszlim, hindu és buddhista vallási vezetőkkel imádkozott a békéért. A nap második fontos eseményeként Ferenc pápa találkozott a Myanmarból elmenekült rohingyák egy csoportjával. A 16 fős rohingya küldöttség külön ebből az alkalomból kapott engedélyt, hogy elhagyja az ország délkeleti részén található, szigorúan őrzött rohingya menekült tábort. Megosztjuk a rohingyákat ért csapásokat és nyomorúságokat a pápával, elmondjuk neki, milyen katonai atrocitások értek minket, és hogyan égették fel a házainkat. Mondja ez az 52 éves férfi, aki azért bízik a találkozásban, mert szerinte a pápának elég hatalma van arra, hogy változást hozzon. Ezt valószínűleg a Szent Szék is így gondolja. A pápa egész útjának egyik, nem titkoltan központi célja ugyanis a hazájukból elüldözött rohingyák ügyében való közvetítés volt. Hétfőn a körút első állomásán Myanmarban a pápa történelmet írt, most először látogatott katolikus egyházfő az országba. Ferenc pápa találkozott az ország vezetőjével, Aung San Suu Kyi-val, majd beszédet is mondott. Ez azonban a kritikusok szerint már nem sikerült történelmire. A pápa ugyanis csak általánosságban beszélt az emberi jogok védelméről. A rohingya kisebbség üldözését név szerint nem említette meg. Tudom, hogy Myanmarban sokan viselik az erőszak sebeit, láthatókat és rejtetteket egyaránt, mondta, majd hozzátette. Úgy gondolhatnánk, hogy a harag és a bosszúállás után jön a gyógyulás, de a bosszúállás nem Jézus útja. A myanmari hatóságokat az Egyesült Államok és az ENSZ is etnikai tisztogatással vádolja, amiért augusztus vége óta több mint 600 000 muszlim vallású rohingya menekült a szomszédos Bangladesbe a myanmari hadsereg zaklatása és műveletei elől. A pápa is Bangladesbe utazott tovább Myanmarból. Dakkában már nyomatékosan állást is foglalt a rohingya kisebbség támogatása mellett. Ferenc pápa a muszlim többségű országban fejezi be látogatását szombaton. Az utolsó napon a tervek szerint még betegeket látogat meg a Teréz anyaházban, és katolikus intézményekben tanuló diákokkal is találkozik majd. Uzoni Eszterrel, az ATV külpolitikai szerkesztőjével beszélgetek tovább a pápa látogatásáról. Szervusz Eszter, jó estét! Szervusz Géza, jó estét kívánok! Eszter, miért lehetett az, hogy a rohingyák otthonában, Myanmarban Ferenc pápa nem állt ki mellettük, Bangladesben viszont már igen?
ez nagyon érdekes momentum, sokan nem erre számítottak, mégis talán érthető, hogy miért történt így. A buddhista többségű Myanmarban ugyanis a hadsereg állítólag azért is szítja ezt a rohingya válságot, mert meg akarják buktatni Aung San Suu Kyi-t. A Nobel békedíjas politikus egészen a rohingya válság elmérgesedéséig népszerű vezető volt. Akkor azonban a világ teljes megrökönyödésére nem volt hajlandó egyoldalú ítéletet hozni az ügyben, és nem állt ki egyértelműen az üldözött kisebbség mellett. Ezután szinte páriává vált a nemzetközi diplomáciában. Sokan a díja visszavonását és a távozását is követelték, és pontosan ez az, amit a katonaság ki akar kényszeríteni az országban, hogy visszafordíthassák az általa elindított demokratizálódást. Csak egy ürügyre várnak igazából, hogy leszámolhassanak Suu Kyi-val, és ha ez megtörténik, akkor a rohingyákra az eddiginél is nehezebb napok várnak. Sokan tehát úgy értelmezik, hogy Ferenc pápa ezt átlátta, és úgy támogathatta a legjobban a rohingya kisebbség ügyét, hogy Suu Kyi mellé állt ebben a nehéz helyzetben. Eszter, egyébként mi az egész rohingya menekült válság kiváltó oka, előzménye? Ha jól értem, azért korántsem fekete-fehér a történet. Nem az. A rohingyák őseit a 15. században telepítették be a britek az akkori Burmába, a mai nevén Myanmarba. Aztán a II. Világháború vége és az 1962-es katonai puccs között eltelt években a rohingya muzulmánok autonómiáért harcoltak, majd a katonai diktatúra idején leverték őket, és a hatalomra kerülő tábornokok megfosztották őket az állampolgárságuktól, mondván, hogy eleve illegálisan vannak az országban. A tragédiájuk tehát alapvetően politikai és gazdasági jellegű, hontalanok, vagyis Myanmarnak nem kellenek, de a környező országok sem akarják befogadni őket, kivéve a szintén muszlim Bangladest, ami viszont a világ egyik legszegényebb országa, amit túlnépesedés, rendszeres természeti katasztrófák és járványok is sújtanak. Hát akkor eredetileg nem vallási jellegű volt ez a konfliktus. Nem, csak néhány éve lett az, mióta a rohingya felkelők alapítottak egy dzsihadista szervezetet, azt, amelyik most augusztusban több rendőrőrsöt és katonai bázist is megtámadott. Ezt azért fontos elmondani, mert nem mutat teljes képet, ha csak a szenvedő rohingyákról beszélünk, mert igenis szenvednek, és igenis el kell ítélni az ellenük zajló erőszakot, de a rohingya nép legalább ugyanilyen mértékben a saját dzsihadistáinak az áldozata is, akik magukra haragították a buddhista fegyveres erőket. Minden esetre Ferenc pápa Bangladesben már nevükön nevezte őket, most mondta ki először az útja során a rohingya szót nyilvánosan, és mondott egy eléggé nehezen értelmezhető mondatot is, amit gondolom vigasztalásnak szánt, ami így szól, hogy Isten jelenlétét ma rohingyának is nevezik. Egy másik érdekesség pedig, hogy felszólította a rohingya muszlimokat, hogy bocsássanak meg az őket ért szenvedésekért. Meglátjuk, megfogadják-e a pápa tanácsát. Köszönjük, Eszter. Én is köszönöm. Újra nagy koalíció alakulhat Németországban. A szociáldemokraták vezetője Martin Schulz a szeptemberi választás után még elzárkózott ettől, de pártja nyomására most engedni látszik. Úgy fogalmazott, hogy nem zárna ki egyetlen lehetőséget sem az új kormány összetételét illetően. Ugyanakkor kijelentette, hogy egy újabb nagy koalíció létrejötte, nem automatikus, és pártjának vezetésével hétfőn tárgyalnak majd a kormányalakítási tárgyalások megkezdéséről. Angela Merkel pártjának egyik vezetője szerint ők már készen állnak a tárgyalásra. A padhelyzet oka az, hogy a választáson győztes konzervatív pártszövetségnek nincs parlamenti többsége. Eddig a szociáldemokratákkal kormányoztak, akik a választások után felmondták az együttműködést. A konzervatívok emiatt a zöldekkel és a liberálisokkal kezdtek tárgyalásba, de utóbbiakkal nem sikerült megállapodniuk. Már februárban megtarthatják a 2018-as venezuelai elnökválasztást. A hivatalban lévő államfő lemondását idén tömegek követelték, de Nicolás Madurónak sikerült megszilárdítani a hatalmát egy alkotmányozó nemzetgyűlés felállításával. A testület megválasztását még a szavazógépek üzemeltetője szerint is csalás kísérte. Ráadásul az ellenzék bojkottálta a voksolást, akárcsak a közelgő polgármester választásokat, amelyeket így szintén a kormánypárt nyerhet. Hónapokig tartó utcai zavargások voltak idén Venezuelában, ahol ellenzékiek tömege követelte Nicolás Maduro elnök távozását. A népharag kiváltó okai között volt a hiperinfláció, az áruhiány és az államfő diktatórikus politikája. A rákban elhunyt Hugo Chávez utódja hiába népszerűtlen, 2018-ban mégis újraindul az elnökségért. Nem történhet jobb dolog az ellenzékkel, mint Maduro jelöltsége, mert az imázsa igencsak megkopott és nehéz lenne helyreállítani.
nagy az elutasítottsága, így az ellenzék könnyebben szállhat szembe vele, mint egy új jelölttel, aki valamiféle változást képviselne a kormányon belül, mondta egy politikai elemző. A venezuelai gazdaságválság a Maduro szerint egy nemzetközi kapitalista összeesküvés eredménye. Az elnök úgy véli, hogy emögött a washingtoni kormány áll, amely puccsot szervez ellene. Az államfő annyira népszerűtlen, hogy az októberi helyhatósági választás előtt pártjának jelöltjei nem szívesen mutatkoztak vele. A kormány minél előbb meg akarja tartani az elnök választást, akár már 2018 első 4 hónapjában. Ennek egyik oka, hogy az idő ellenük dolgozik, mert a romló gazdasági helyzet miatt jövő év végén a mostaninál is nagyobb válság várható. A másik, hogy ki akarják használni, hogy az ellenzék jelenleg még megosztott. A helyhatósági választást végül a kormánypárt nyerte. Egyrészt, mert a választási törvény nekik kedvezett, másrészt pedig, mert a kiábrándult ellenzéki szavazóknál alacsony volt a részvétel. Maduro ezután bejelentette, hogy Venezuela újra tárgyalná több mint 120 milliárd dollárnyi adósságának törlesztését. Nincs remény arra, hogy élve találjanak rá a november közepén eltűnt argentin tenger alatt járó 44 fős legénységére. Az argentin haditengerészet szóvivője szerint már több mint kétszer annyi idő telt el, mint amennyi ideig bárki életben maradhatott volna hajón. Amikor eltűnt, már csak egy hétre, vagy legfeljebb 10 napra elegendő levegő volt a belsejében. A szóvivő ugyanakkor elmondta, hogy külföldi segítséggel folytatják a tenger alatt járó utáni kutatást. Mielőtt a hajó eltűnt, a szellőztető rendszerén víz folyt be egy akkumulátor rekeszébe, ahol a csatlakozókon rövid zárlatot és tüzet okozott. Miután eloltották és a kapitány jelentette az esetet, parancsot kapott, hogy térjen vissza a támaszpontra. Hogy végül mi történt, azt még nem lehet tudni. Miután elvesztették a hajóval a kapcsolatot, víz alatti robbanást észleltek abban a térségben, ahonnan utoljára bejelentkezett. Meghatározták a korát annak a síremléknek, amely Jézus feltételezett sírja fölé épült Jeruzsálemben. Az eredmény egybevág azzal a történelmi feltevéssel, hogy a díszes emlékművet a rómaiak építették nagyjából 300 évvel Jézus halála után. Márciusban fejezték be a Jézus feltételezett sírja fölé emelt emlékmű restaurálását Jeruzsálemben. Bebizonyosodott, hogy a sziklasírt Nagy Konstantin fedette be márványlapokkal. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Krisztus sírjának alapjához rögzített lap Nagy Konstantin idejéből ered. A feltételezések szerint 326-ban ő találta meg a sírt Hadrianus temploma alatt, mondta a restaurálást koordináló szakértő. Az első keresztény hitre tért római császár édesanyja Szent Ilona segítségével találta meg a sírt. A fölé emelt síremlékkorát az eredeti építőanyagok kielemzésével állapították meg. Very happy indeed. Nagyon örülök és boldog vagyok. Nem számítottam erre. Szinte meggyőződésem volt, hogy az emlékmű a 11. századból ered, a keresztes háború korából, de a mostani eredmény magáért beszél. Amikor Szent Ilona Jézus keresztre feszítésének és a feltámadásának helyszínét kereste, a helyiek egy pogány templomhoz küldték, amit még Hadrianus római császár építtetett. It was a unique experience. Különleges élmény volt. Ahogy mondtam, ez egy élő emlékmű, és érezni lehet, mennyien imádják. Ez adott erőt, hogy befejezzük ezt a nagyon nehéz és komplikált munkát. A pogány szentélyt lerombolták. A helyére Konstantin parancsára építették fel a Szent Sír templomot. 1009-ben lerombolták, de pár évtizeddel később újjáépítették. Idén is látványos jégszobrokkal várja látogatóit egy Washingtonhoz közeli marylandi szálloda, ahol minden évben hasonló alkotásokat mutatnak be. A hagyomány ötletét a kínai Harbin városában rendezett jégfesztivál adta. Idén egy 1964-ben bemutatott amerikai televíziós bábfilma Rudolf a rénszarvas előtt tisztelegnek. A rendezvény 2 hete nyitották meg. A bábfilm karaktereit és a többi szobrot 1 hónap alatt faragták ki. Több mint 900 ezer tonnányi jeget használtak fel, a jégtömböket teherautókkal szállították a helyszínre. A szobrok megalkotásában több mint 30 kínai vendégművész vett részt. Egyikük feladata, hogy megrongált szobrokat helyrehozza, a gyerekek ugyanis szívesen fogdossák azokat. Nagyon élvezik a kézzel kifaragott jégcsúszdákat is. A rendezvény január 1-jéig tart. A jövő évi kiállítás megtervezése már az idei vége után megkezdődik.
És ezek voltak a világhíradó hírei pénteken. Kollégáim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!